Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt a szerdai szurkapiszka szerdában. Gyorsan még megnézem telefonon, elnézést kérek mindenkitől miatt a 6 perces késésért, de most már itt vagyunk, úgyhogy sorry. A bejelentkezős kép az most kimarad, mert hogy azt úgyis általában beszélgetéssel szoktam tölteni. Úgyhogy itt vagyunk, most már minden oké, még gyorsan a PlayStation benyomom. Wolverine, Askandi, Tutto Zero One, Junlin, Exterion, sziasztok srácok! Remélem mindenki jól van, a Stream Element is megérkezett itt a channelre, ami nagyszerű. Egy újabb bot, de tudjátok, ezen a csatornán egyébként is egy csomó van. Úgyhogy most akkor elkezdünk mindjárt iszonyatosan keményen Elden Ringezni, már csak azért is, mondjuk nem vagyok nagy késésben, mert általában ennyit azért el is szoktam beszélgetni a kezdetben. Csak most, ahogy később nyitottam el a streamet, nem is igazán látom, hogy mit írtok, de most már látom. Minden okés. Minden okés. Azt mondja, hogy igen, ez így jó, ezt így beállítottam. Oké, na, mi újság van? Remélem mindenki jól van, srácok. Ez egy gyönyörű szép szerda. Ha minden igaz egyébként, kicsit meg tudom majd szakítani itt ezt ezt a szokásos ütemrendszert, mármint hogy azt, hogy két hetente tudok videót csinálni, mert lehet, hogy kész leszek erre a hétvégére egy videóval, de ez még egyáltalán nem biztos, majd megnézzük. Még egyedül ebben nem vagyok tuti, de majd meglátom. Ami biztos, hogy lesz videó két hét múlva tuti, de lehet, hogy erre a hétvégére is el tudok készülni. Vele elég sok vágási folyamat van, meg kitaláltam egy csomó jó, vagy csináltam egy csomó ilyen presetet, amivel majd tudok másik videókban nyerni, de majd mindegy, ezt majd meglátjátok, tudjátok, amiben olyan vágáseffektet, hogyha két kép ugye változik, akkor ugye azt hogy vezeted át. Mi ez a hanyagság, mi ez a késés, mindenkit összkúzi. Volt egy kis dolgom, úgyhogy most azzal foglalkoztam, de már itt is vagyok, úgyhogy tudjuk is csinálni az Elden Ringet, úgyhogy szerintem én rá is repülök az Elden Ringre, mint az állat. Mert mi is azért jöttünk ide, ezt meg minden felveszem itt a fejemre, hogy halljam is, hogy mi a helyzet. Igen. Azt hiszem ott tartottam, hogy volt valami iszonyatos, rettenetes, pocsék, borzadályos, szörnyűséges és förtelmes helyszín, ahol a legutóbbi streamen körülbelül 270-szer meghaltam. Most hirtelen nem is ugrik be, hogy mi ez a hely. Hello? Úristen! Ez mi? Tud teleportálni? Cső! Jó. Ez dead. De szerintem nem erre kell menni, hanem itt erre, és akkor itt lesznek a lépcső alatt azok a kis akármik, amik egy csomószor megöltek. Mindjárt jönnek. Igen. Vagy az egyik túlélte, az baj. Dead. Igen. Már rémlik. Már rémlik, igen. Van Egerben jó fagyizó? Hát olyat, amit szívesen is ajánlok. Hát a sétáló utcán, ha végig megy az ember a Széchenyi utcában, a belvárosban, akkor azért ott vannak finom fagyik. Van egy étterem ugyanezen a sétáló utcán, egy bank után, azt hiszem OTP bank van ott, az a neve, hogy Falánk Fanni. Ott egyébként többnyire tehát egy tál ételeket lehet enni, anélkül, hogy felszolgálnak, tehát oda mész a kis tárcáddal, de nem ilyen szociál hely, csak így ezen spórolják meg, gondolom, hogy nincs pincér. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem ott van nagyon finom ilyen olasz csavart fagyi, ami nagyon finom. Szóval van egyébként még nagyon jó a fagyi, ha elmész bármelyik cukrászdába. Tehát mit tudom én, például a Harmos is nagyon jó tud lenni. Vagy van ugye a nagyon régi Egerben, aki járatos, az biztos, hogy tudja, a taxiállomásnál ugye van ugye, ami már ugye messze földön híres fagyizó. De figyelj már! Hát itt menekülsz jobbra-balra. Egyedül ennyi. Most már jön a szezonja. Én is ettem pálcikás jégkrémet pont a héten. Az egyik ismerősünknek a gyermekei lesznek ilyen pedagógus nap. De nem is pedagógus nap lesz ott, hanem ilyen diáknap.
és az ő gyermekei fognak jégkrémet árulni így diáknap alkalmából, de tudjátok, ez csak ilyen poén, hogy az egész osztály jégkrémet árul, így próbálnak meg ilyen jó fejek lenni, ami tök jó. Mi az Isten van itt, srácok? Ez ilyen erős volt. Uram Isten! Várjál már, ezeket valamit idézgeti. Na és a lényeg az, hogy ők vettek egy fagyasztónyi jégkrémet emiatt a koraltól. Iszonyatos mennyiségű jégkrémet, annyira sok jégkrémet vettek, hogy ez valami döbbenetes, tényleg egy ilyen egész fagyasztónyi ott volt. És hát megkínáltak egyel. És az nagyon finom volt, ilyen tök csokis volt az egész. Tehát a csokis volt a külseje, és a belsejében sem az a fehér színű vaníliás fagylalt krém volt, hanem a csoki krém. Ez nagyon-nagyon finom volt, mondjuk borzasztó tömény. Szóval az olyan volt, hogy megettem, és még talán... hát talán ebédkor sem voltam még éhes, szerintem. Megettem egy cornetto fagyit, tudjátok, az a szokásos, ami ilyen papírban van csomagolva. Még az nagyon finom, azt nagyon szoktam szeretni. Teszteljük a nyáron. Jaj, egyébként az a durva, hogy én sem tudok itt a környékemen mindenféle jó fagyizót úgymond felsorolni, mert van néhány hely, ami nem is régen nyílt, vagy kinyílt és már azóta bezárt, szóval ilyen, tudjátok, ez a totál kettőség, hogy akkor most mi van. Mi lenne, ha ezeket én itt hagynám a fázba? Egyébként, ez hova visz? Ennyire innen gyorsan? Gyorsan? Azt most csak szivatsz, igaz? Hogy ide raktam ellém. Dupla csokis volt, igen, Wolverine, aha. Dupla csokis volt. De nem volt már benne mogyoró, az már nagyon tömény lett volna. Fú, az már kegyetlen lett volna. Még ha mogyoró is mellé lett volna tolva, de nagyon jó volt. Csak hát az a helyzet, hogy ugye itt is, ahogy éppen ma néztük, például a szalámi árát, tehát például Egerben van a Fásztóhús Kft. Itt helyi szinten a legnépszerűbb húsbolt, úgymond, ők ilyen franchise-ot építenek már egy ideje. Persze, hogy boss fight, hát mivel mással kezdődne a stream? Jó, már is lehoztam a mimiket. Mit csinál a mimik? Csináljuk azt, amihez értünk. Halljunk meg. Jó ez a zene. Amúgy csak szólok, hogy alig sebzek rajta. Ugorjál! Ugorjál! Mimik meghalt? Van bennem egy olyan érzés, hogy lehetséges, hogy ezt a bosst ezt nem így kellett volna megölni, ahogy most én csináltam. Hanem először ezeket az addokat kellett volna leszedni. Sőt, teljesen biztos vagyok már benne. Oh! Aztán... Javasolhatsz a alternatívát! Hogy ne... Ne olvassatok csetet elderingezés közben. Minden alternatívát szívesen fogadok. Itt meg.
Hú. Dead. Tervezel gyerekbarátabb játékot streamelni a közeljövőben? A LEGO lesz a legközelebbi. Az meg is van, itt van nálam még, amikor kezdődött itt nálam a felújítás áprilisban. Április 4-én, azt hiszem akkor aznap jelent meg a LEGO is. Tán, vagy valahogy úgy, tehát pont nem tudtam játszani a LEGO-val, nincs is kibontva a csomagolásból, sőt még az előrendelői ajándék, a kis LEGO is ott van mellette, hozzá se nyúltam. A LEGO lesz a következő family friendly tartalom. Addig sajnos, amíg az Elden Ringen át nem megyek, addig csak Elden Ring lesz. Most már ezt elhatároztam, hogy most kizárólag Elden Ring. Tehát semmi mással nem foglalkozok, amíg ez nincs meg, mert le akarom zárni. Nem azért, mert hogy zavar, hogy ezzel játszok, csak egyszerre jó lenne már látni a végét. Ez a tipikus eset, amikor átjössz a füstkapun, és a mögötted lévők még át tudnak ütni a füstkapun. Ez a tipikus esete volt. Egyébként bármilyen alternatívát javasolhattok. Amúgy nem is olyan régen volt kérdés itt a streamben, hogy a Rani Questline-t megcsináltam-e, de amúgy közben rájöttem, hogy én a Rani Questline-t megcsináltam, még mielőtt elmentem volna a Rani Questline-t, azt én akkor csináltam meg, amikor csináltam a videót a bemutatóhoz. A játékból. Akkor lett meg a Rani Questline. Akkor azt egy ilyen hétvége alatt azt hiszem, hát vagy három órán keresztül csináltam a Rani Questline. Nagyon hosszú időn keresztül csináltam. De azt már akkor megcsináltam, szóval azzal már kész vagyok. Az megvan, mert ugye azt nagyon sokan mondták nekem, hogy az legyen meg, mert az nagyon jó. Egy meghalsz. És én is. Pedig azt tudja, hogy az addogat kell elsőnek leszedni. Ezben most már biztos vagyok. Úristen, mit kapott a mimik? Te jó ég. Végig megcsináltad? Végig megcsináltam. Rani-nak az újjára felhúztam a gyűrűt, hogyha az az utolsó része annak a questnek, akkor az nekem kész van. De történetileg annak kell lenni az utolsónak, mert úgymond Ranitól elbúcsúzunk ott. Egy fa tövében ül egy ilyen véres helyszínen, ahol hát még a fának a gyökerei is véresek. És akkor ott ül Rani, és ugye a megtalált ringet azt ráhúzzuk az ujjára, és megkapom a méltán híres kétkezes kardot, ugye, ami az összes Souls-like játékban benne volt tulajdonképpen. Nem hiszem el. Figyelni kéne a bossra is. Közelebbi kijáraton mész ki, és ott jobbra lesz egy katona, egy rámpán, nőálláson, és lagrasz, aztán elkezdik felé. Arra nincs annyi ellenség. Ó-hó. Aha. Egyedülre a bossránnál nem zavarnak amúgy. Az ellenségek. Tehát itt ebben a futásban nem zavarnak meg. Eddig még hozzám sem tudtak érni. Hát, és leszámítva azt, amikor a füstkapun is átütöttek, de hát ez megint egy másik kérdés. Az nagyon jó volt egyébként a Rani Questline. Az tényleg fantasztikus volt. A játéknak az egyik csúcspontja. Pöty. Még azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem is Vitality-re kellene adni, vagyis nem is a HP-re kéne adni, hanem arra, hogy minél több cuccot tudjak magamra venni, mert akkor lehet, egy kicsit masszívabb páncért lehetne fölvenni, és akkor megmaradna a light load. De ez majd legközelebb. Ó, el is vesztettem az összes szólom. Ó, de jó. Szerintem előrébb futni, mert azonnal.
Ez baj. Ez baj. Én is most leszek dead. Dead. Nem kéne beszorulni ide. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha körkörösen elkezdenék futni. Most az a baj, hogy annyira ráállok az addokra, hogy közben meg a boss megöl. De a boss az egy ilyen nagyjából... Tehát ez két ütésből leszed. Ami nyilván nem meglepő. Tényleg azt még megnézem, hogy nálam van-e az a Great Sword, de nálam van. Most már beleültettétek itt a bogarat a fülembe, de nálam kell lennie a Great Swordnek. Ez nem az. Ez nagyon jó volt ez a Rogers Rapier, ezt nagyon bírtam. De nálam van egyébként az. Nálam van az a Great Sword, tuti. Emlékszem rá, amikor átvettem, csak most hirtelen nem találom. De tuti, hogy nálam van. Lehet, hogy belső chestben van, nem is itt. Az a baj, hogy ez a damage, amit ő itt lenyomat, ez valami, tehát ez őrületes. És a mimik meghalt. A mimik meghalt, mert megölte az add. Ez maximum annyira volt jó, hogy addig nem rám figyeltek. De mellé ütötte ezt. Hova ütöttél? Ezt már nem ütötte mellé. És Frostbite. Hát. Lehetséges, hogy először mindenképp az addokat kell leszedni. De akkor lehet, hogy az addokat nem is úgy kéne leszedni, hogy Magic-kel hátulról. Dark Moon Greatsword. Valami ilyesmi egyébként, igen. De azt tudom, hogy az összes Souls játékban benne volt a kinézete alapján. A Dark Souls 2-ben amúgy nem volt benne, ott arról ki is derül a lore-ból, hogy ez csak egy hamisítvány, de ott is megjelenik az a kard, mindenhol megjelenik. Ez egy ilyen visszatérő fegyver a Demon's Souls óta. Először rámegyünk. Jó, azt... de sokáig kitartja ezt a felfelé sodrást. És hogyha beszorítanak ide, nézzétek meg a mimik mit csinál. Igazából semmi. Aha, a mimik meg a leglassabb spelljeimet próbálja használni. Mondjuk az se sokat segít, mert mire felhúzza azt az íjat, addigra 6-szor meghalok, na mindegy. Azt tudja, hogy először az addokat. Tehát az biztos, mert hogyha a boss-t próbálnám meg priorba állítani, akkor tudja, hogy nem ölöm meg. Tehát lekaszálnak addigra, nagyon gyorsak ezek az idézgetős valamik. Megint beütött egyébként mögém. Jó, egy mínusz.
És én is. Egyáltalán nem látom a patternt amúgy magam előtt, hogy ezt most hogy lehetne kivitelezni. Mármint nyilván nem lehetetlen, csak nem látom magam előtt azt, hogy hogyan lehetne őt most megfogni. Nem látom a gyenge pontját, meg iszonyatos mennyiségű HP-je van. Azért nagyon durva, hogy ahhoz képest, hogy az előző kettő boss, és abból az egyik egyébként main boss, mennyire easy mód volt, ez néha vannak olyan nehézségi spike-ok, hogy csak pislagok, hogy atya ég. Mire megidézem a mimikát, addigra meg kávé meghalok, szóval itt valahogy életben kéne maradni. Igen, csak azokat használjam éppen nálam, csak az a helyzet, hogy azt a erót, ezt mindenképpen magamnál akarnám tartani. Mert az nagyon sokszor kihozott már amúgy a trágyából. Jó, most ezt meg tudom inni. És akkor most megpróbálnám őt besebezni valaha. Igen, a Milit azt annyira nem szereti, úgy látom. Frostbite. Milit azt nem szereti. Hú, gyere onnan. Ezt a Frostbite-ot csak így tudom elkerülni. Stunt kapott. Dead. Aha, csak így lehetett megölni. Csak így. Csak így, hogy az addok azok minél hamarabb megjönnek. Késő jutott az eszembe, hogy van nekem egy ilyen spellem is. Na mindegy, ezt most 30-asra feltolom, az a biztos. Csak pár száz kéne hozzá. Inventory use. Talán ez lehet, hogy kevés lesz. Akkor talán még egyet. Ez gyors volt, GG. Wolverine, hát igen. Ahhoz képest, hogy mennyire könnyen mentem át némelyiken, nem én, ahhoz képest azért igen. Ez most kicsit meglepően több próbálkozásra lett meg. Itt nincs semmi. És itt? Semmi. Legalább két szintet tudtam fejlődni. Már az is valami. Hogy azt mondja, hogy? Nekem ennek megvan már a másik része is, a jobbos. Ugyanazt fogja elmondani. Jó. Jó, még így gyorsan szétnézek, hogy van-e bármi, aminek van jelentősége. Nincs. Nincs. Akkor ezt lényegében itt most felfedeztem. Ezzel már most hát biztos, hogy vannak még rejtett részek, amiben én nem jártam, de most ezt annyira nem is akarnám itt. Bár arra felé mutat. Érdekes. Ha jól tévedek, ez kell a pálya másik feléhez. Ami idehoz, gondolom. Vagy ide? De gondolom ide.
Most ez micsoda? Ja, ez az underground level. Ja, tényleg itt tudok váltani. Ó, azt már is felejtettem. Aha, ja, így lehet váltani. Na jó. Várjál? Várjunk, de nem ide kell jönni. Itt voltunk a legutóbb, innen ide jöttünk, innen át ide. Ha minden igaz, de minden igaz. Akkor nekem szerintem ide kell jönni. Exterior az üzeneteidet valamiért kitörölte a valami. Jó. Várjál, Exterion, mert a maga a Stream Elements moderátor döntött úgy, hogy ezt meghozza ezt a döntés, nem én. És konkrétan 300 másodpercre kitiltott. Na, ezzel majd foglalkozok, ezzel a Stream Elements-el egy picit, vagy stream után, vagy most gyorsan ránézek. Mert ugye ezt én nagyon nem szeretem. Nem igazán mondtam a Stream Elements botnak, hogy így tiltson ki. Ha. Chat bot. Chat command, az rendben is van. Ez jó, modules. Spam filters, itt lesz az. A link protection az benn marad, továbbra is saved. Exterior, nem tudom visszavonni a 300 másodperces letiltásodat sajnos. Majd, de már legközelebb nem fog letiltani. A csupa caps lockkal írt üzenetet azt itt a Stream Elements így oldja meg, hogy 300 másodperce kitilt. Twitchen ez máshogy volt. Itt viszont így oldja meg, úgyhogy ja. Itt ez egy picit furcsa. De majd ezen kicsit állítgatok, meg majd ezen a Stream Elements boton egy picit majd szerintem fogok állítani, mert ez annyira nem buli. Amiben biztos vagyok, hogy kezdetben ez jól volt beállítva egyébként, csak a Stream Elements az szokta csinálni, ugye frissítik az egész felületet. És akkor utána, nekem kéne utána menni, hogy állítgassam, csak a fene se szokta ezt mindig újra meg újra átnézni, hogy ez hogy legyen. Nekem. Most ő újra running, kivettem és visszatettem. Most már írhattok csupa caps lockkal elvileg. Ebből most már nem lesz probléma, de valamiért rögtön úgy döntött, hogy egyből kitiltja Exteriont, ami amúgy tök hülyeség. Hát 300 másodperc ez nem olyan sok egyébként. De én amúgy nem tiltanálok ki. Egyébként annyit írt be Exterion, hogy Fire Giant Time. És emiatt most bűnhődnie kell. De végig nem sértődött meg. Na jó. Várjál,
Várjatok, itt valahol úgy mentem át a múltkor, hogy talán... Ha ott azon a láncon mentem át szerintem. Aha, ott is van ugye a boss aréna. Most én rögtön menjek is be a bosshoz? Azt már felvettem vajon? Azt azért még gyorsan megnézem. Ezt még nem vettem fel, hanem most. Jó, ennyi szerintem bőven elég. Jaj, de jó. Viszünk egy rózsaszállat, a szó lesz szabadság. Igen. Igen. Sorry, Exterion. És a Stream Elements jelzi neked, hogy még itt van. De valahol van ebben egy kis humor. Itt egy templony, azt még gyorsan megnézzük. Csak kiabálni nem szabad. Igen, azt nem engedi. Miért szálltál le? Itt szerintem lesz egy... invade, nem? Akkor szokott ledobni a ló. Aha. Jaj. Ő is katonával nyomja. Pünttyögtetem akkor egy kicsit. Ugorj! Bloodfinger. Okina Mask. Kidobta ezt az iszonyatos maszkot, amiben van. És itt van egy Grace. Szia, Gilgamesh. Nálam minden rendben van, és nálad mi a helyzet? Ez egy jó bökő? Hát a Moonveil katonáról szerintem én már nem váltok el sosem. Mondjuk ezt mondtam a szurkapiszkára is. Egyébként szerintetek melyik Great Rune-t érdemes használni? Szerintem egyébként a Radalosat. Vagy van esetleg, de hát nem tudom. Nekem egyébként így ez a HP-FP stamina, nekem ez nagyon bejött egyébként. Így. Tehát alapvetően úgyis ez az általában a kerékkötője az, hogy ne spammeljem szét itt a mágiámmal az egészet. Ja, még a tiert azt nem raktam be. Ami a plusz 5-öt ad mindenhez, de az melyik? Melyik ad plusz 5-öt mindenhez? Ja, úgy érted, mindenhez? Akkor a Godrikos lenne jó? Van belőle neked Exter, vagy Wolverine 3 is. Köszönöm szépen, Wolverine.
Gondoltam, benézek, mit művelsz. Éppen el vagyok. Itt az Elden Ring kötelékében. Ne, ülj le. Itt még lehet tovább jönni, ha jól látom. Ott egy gigantikus kéz. Ennek az óriás varjak, ami mindenkinek a kedvence. Ott... majdnem lelöktél, ember. Szegény Torrent itt mit kap. Az a helyzet, hogy így, hogy a Moonwell Katana teljes mértékben szkélel az intellekttel, így eszemágában sincs. Eszemágában sincs lecserélni. Ancient Dragon Smithing Stone. Nem ez kell ahhoz, hogy a Moonwell Katanát teljesre toljam? Várjátok, ezt meg kell néznem. Lehet, hogy így lesz 10/10-es. Ezt mindenképpen megnézem. Ugorj be a koponyába. Megvolt. Ilyen sokat késik a chat. Pedig én nem raktam rá késletetést. Mi ez? Hagyjál már, hát normális vagy. Ilyet még nem is volt. Great enemy. Ilyen régen nem jártam volna itt, hogy ezt még csak most dobja föl. Nézzük csak meg. Somber Ancient Dragon Smithing Stone kell hozzá. És az nekünk nincs. Itt meg már nem tudok fejleszteni szerintem semmin. Nem. Jó. Akkor menjünk vissza. Ide. És akkor most jöhet a Fire Giant közkívánatra. Azt gondolom fantasztikus lesz. Addig elhelyezkedek kényelmesen, hogy ne legyek itt így ennyire szétfolyva. Pam pam pam. Gondolom én. Gondolom én, hogy ez egy viszonylag hosszú fight lesz. Úgyhogy elhívjuk a mimiket. Mondom, elhívjuk a miméket. Hol van a lelkem? Mert múltkor együttésre haltam meg. Ott megy a drága. És akkor mit csinált? Az arcomban lökött egy tányér havat, és akkor ott meg is haltam, ugye? Ő be van akadva ott egy fába. Eddig izgi. Küldök neki egy kis követ. Uramisten! Lebontotta a fákat. Megmondalak. De jó szagú, úristen. Szerintem itt lehet, hogy kéne egy ló, nem? Nem.
Jó, valami másféle taktika lesz itt a nyerő, valószínűsíthetőleg. Mimiket mindenképpen megidézem, a mimik az nagyon jó. Borzasztóan megkedveltem. Gyere! Jó, semmi gond, ez még csak a ló volt. Szerintem a lóról nem kéne leszállni. Várjatok, mert lóról nem lehet varázsolni? De lehet varázsolni. Aha, de. Igen. Igen, lehet varázsolni a lóról, most egy pillanatra meg voltam kavarodva. Sorry, ez a 6-7-es kihagyás, ez sok. Megpróbálom mágiával. A ló az már nem rossz ötlet, mert azzal el tudom kerülni ezt az óriási pajzslecsapást. Talán ami nagyon zavaró, az, hogy mennyire késlelteti a saját támadásait. Szóval az döbbenetes, hogy ezt a pajzsot ezt ott húzza maga mögött egy csomó ideig, már 6-szor elugranál, amikor egyszer csak lecsap egyet. Hát, nem hiszem el. Nem hiszem el. Hogy ezt a spellt, ezt képes voltál így mellé lőni. Nem baj. Nem baj. Jaj, srácok. Ha elkerülöm a támadását, akkor leugrok a mélybe. Blood katanával már a következő bossnál lennél? Hát lehet. Egyébként lehet. Ez a jó ebben a játékban amúgy, hogy bármikor meghozhatod a... Tehát bármilyen döntést hozhat, hogy hogyan játszol, milyen ütemben, és mit csinálsz meg. Mert lehetséges, hogy a Black Katanával már a következő bossnál lennék, de lehet, hogy aztán egy másik bossnál meg jóval nehezebb dolgom lenne, mint ezzel a build-el, aztán a rákövetkező bosszon megint könnyebb dolgom lenne, szóval ez teljesen helyzetfüggő. Közelharc a lábánál nem hatásosabb?
Egyedülre megpróbálnék lóról harcolni, aztán ha nagyon nem megy, akkor leugrok mellé. De megnézem majd. Egyébként ő az egyik legkeményebb boss a játékban. Ez nem azt jelenti, hogy ő egy nagyon nehéz boss. De mondjuk, hogyha vesszük a 10 legnehezebb bosst, és mondjuk a játékban van mondjuk 80 darab boss, akkor ez az első 10-ben benne van. Mondjuk a 10. De hogy ő egy alapvetően nehéz boss. Meg kell tanulni. Majd mindjárt ráérzek itt a ritmusra. Meg van a mimik. Hoppá! A maga alá csapott. Jó. Bőséges stunt egyébként. Mit csinálsz? Pajzsacsapot én is sokszor benéztem. Nagyon sokáig visszatartja. Hát olyan, mint egy óriás. Egyébként az a legdurvább benne, hogy amilyen nagy, és amennyire korán elkezdi telegrafálni azt, hogy hogyan fog téged megütni. Az ember az nagyon könnyen azt hiszi, és direkt erre játszanak rá a fejlesztők is. Hogy nagyon könnyen azt hiszed, hogy könnyen meg tudod őt, meg tudod állapítani, hogy mikor fog lecsapni rád. De ezután mindig kiderül, hogy nem. Tehát ezt a támadásukat az borzasztó sokáig visszatartják. És éppen ez a rohadtul megtévesztő, amikor elkezdi visszatartani. Szegény Torrent kapta be elég csúnyán. Adunk neki egy manikűr. Ha le lehet ezt törni róla. Újabb elgurgulázás megy. Mostan ide futok. Kapos. Csak Torrent halt meg? Idézőjelesen? Hozom már én Torrentet. Hú, még jó, hogy időben jöttem el onnan. De Jézus Úristen, mit csinál ez? Próbálnám itt lemanikőrözni róla ezt itt. Micsoda parkűr. Hajaj, ez gond. Miket még mindig szépen püföli, gyere onnan! Új,
Jó, a lába alá futkározós és ott keringős, az nem rossz. A lábszűrésbe van folva a körbe a vádlin. Ezért jó nézőnek lenni inkább, mert az ilyeneket meg tudjátok figyelni. Én igazából arra koncentrálok, hogy ne halljak meg azonnal. Nem törik le a lábáról a bilincs. Tehát akkor az, amikor letörik az egyik lábáról, akkor a másik lábáról nem törik le? Azt kell ütni, amin nincs. Biztos, hogy nem tört le a lábáról a bilincs? Vagy azt ő rúgja le magáról? Oké. Okay. Jó ötlet volt, Géga. De hogy lehet ezt mindig ennyire kőkeményen benézni? Nem bilincs van a lábán, hanem ez a páncél itt. Ezt kell róla leütni, ezt a csontpáncélt. Azaz. Igen. Jön a tüzes szákány. Ezt a hasikájából vette elő? Neki van egy ilyen, van a hasán van egy fogas száj. Ezt jól láttam. És annak a szájnak, ami a hasán van, annak egyébként van orra és van szakála is. Tehát olyan, mintha egy fej lenne a hasa helyett. Ezt jobban meg kell néznem közelebbről. Ez még csak most realizálódott bennem. Ütöttem alól, értem. Én is azt szoktam, srácok, nem is nagyon nézem, hogy mit csinál a boss, vagy hogy néz ki, csak próbálom gyorsan megölni. Látjátok? Pontosan ezt a hasával szedik ki. Sikerült kidodzsolni. Vagyis nem kidodzsolni, hanem lesztánolni. Igen, ott a tűzgömb van mindjárt az arcunkba robban. Majdnem beleugrottam a tányérba. Látjátok? Egy arc van a hasán, aminek van szakálla. A Moonveil nem tud blédelni. Ezt mondta az egyik néző is. Azt hiszem a Krisztián. Igen. Hogy egy bládos katonával már meg lenne. A Moonveil az csak parázsolni tud, de nekem éppen ezért jó az intellect és dexterity buildemhez. Mit én magamnak találtam ki. Tulajdonképpen a játék elejúta erre a kettőre adok pontokat. De hát mondom, a játékot végigviheted úgyis, hogy csak árkényre teszel. Úgyis végigviheted, hogy nem raksz semmire. Ritka undorító egy valami vagy te, igaz? Igaz? Húzás, hogy nem.
utaz. Ez volt a cél. Nem megyünk oda. Ezt nem vesszük be. Uff. Pedig már-már a markomban éreztem. Ez most speedrun? Így van. Ez az első magyar speedrun. Ami... ami már nagyon régóta dugába dől, de azért még csinálom. Az egy érdekes... érdekes aspektus a dolognak amúgy, amikor így nagyon messzire megy. Hogy... hogy ha akkor nem követem le, akkor annyira gyorsan meg tud ölni, hogy ez itt a villám. World first, így van. Szegény torrent. Jó. Ilyenkor kell lekövetni rohadt gyorsan, mert különben vége. Megvan. Gyerünk. Jön a tüzes szárkán. Kész. Na tambá! Hello! Hello everybody! Pont jókor jöttél ide, mert ez a streamben már a második boss, és az első bosson csak háromszor haltam meg, ezen most már Isten tudja. Szerintem ez volt most a hatodik vagy hetedik. No grace, no upgrade speedrun. Igen. Ez a no mercy speedrun. Na? Oh. Na, nem taposgálunk. Úgy el kell tapadni a lábára tényleg, mint ahogy csak mint a légy. Tehát, hogy így nem, tehát ha kicsit arrébb lép, akkor egyszerűen azonnal le kell követni. Akkor viszont easy peasy, amúgy, ha megnézitek. Tehát, ha a lába alatt tudsz maradni, akkor igazából ez a fight, ez majd, hogy nem semmi. Egyetlen egy dologra kell figyelni, amikor leteszi a tüzet. És maga alá gyújt. Ennyi. Akkor kéne kifutkározni. De egyébként ezen kívül abszolút semmi nagy dolog nincs benne. Ha a lába alatt állsz. Csak azt le kell követni, mindjárt fel kell venni hozzá a ritmus, de aztán tényleg nem egy nagy dolog. A mimik mindenképpen jó, hogy itt van, mert néha ráfigyel. Bár sokáig nem bírja. Gyerünk. Láttátok? És ezt is rögtön tolta utánam. Pontosan manikűrözni kell, különben azonnal meghalsz. Most pedig majd a tűzre figyelni. Semennyire nincs staminám. Most jön a tűz. Aha. Azaz.
nem futunk előre, többre megyek így, ha itt ütögetem. Szia, fodor! Ezt már láttuk. Ezt az örjöngést. Jöjjünk a legnemesebb részéhez. Kifelé. Tinik meghalt. Mindentek ez a magam vagyok. Hova tolta ezt? Saját maga alá? Na várjál. Amikor ő térden áll, akkor nem lenne sokkal észszerűbb egyébként őt messziről mágiával ütögetni? Tehát a freeze one-ban befutni a lába alá és ütögetni, ahogy csak lehet. És aztán a végén csak magickel. Mert itt már csak térdel. Jó, mondjuk tud bukfencezni, ez biztos. Meg tudja tolni a tüzet így is távolságra, de így, mintha sokkal veszélyesebb lenne közelről, mintha messzire mennék. Mindjárt kipróbáljuk így. Addig is jöhet a mimik. Egy hullám 20-an ütjük a mimikkel, tök jó. Utás. Megvan. És akkor most nem ráfutunk. Tás. Teljes szőnyegbombázásban vagyunk itt amúgy. Lassú lesz. Ez nagyon lassú volt így. Ez a spell ide, ez nem jó. Ez biztos, hogy nem jó. Megpróbálok egy Ice Stormot, ezzel mondjuk majd bele kell futni az arcába, de az nem lenne rossz, hogy mondjuk hiten ránolom, hogy odafutok alóval, nyomok egy Ice Stormot, kifutok alóla, odafutok alóval, Ice Storm, kifutok alóla. Talán, mindjárt megnézzük.
Jó. Mindjárt kipróbálom az ice tormozást. Ez nem az Ice Storm-nak volt a hibája, hanem az enyém, mert nem kellett volna ott futkározni alatta. Na még egyszer, a Fizzban már egészen jól megy. Ez így kellemes lehet amúgy, hogy a talpát itt vagdossuk ezzel a katanával. Jó? Aha. Igen. Nagyszerű. Nem, szinte semmire nem megyek vele. Nem, ez nem sebez eleget sajnos. Nem. Nem. Nem, az Ice Storm az nem megoldás. Alig sebzek rajta. Valószínűleg van neki egyébként Ice Resistance-a is egy csomó. Úgyhogy nem, ezt nem. Mm-mm. Nem? Itt visszaváltunk. És akkor szerintem ehelyett jó lesz az a Loretta Great Bow. Jó lesz az, mert mégsem. Tehát az, hogy beállok alá, az nem. Utána már annyira kemény. Viszont van egy csomó manám, amivel mondjuk lehetne valamit kezdeni, majd megnézem, hogy a prüntyögtetővel mekkorákat tudok rajta sebezni. Szegény mimik. Fú, mennyire jó ütemnek kell ennek lennie. Ez tűz maga alatt? Majd ez a labda. Tök jó. Majdnem bele is haltam. Jó. Nem hiszem el.
látod, ennyire pontosan szóval ez a szőnyegbombázás. Hihetetlen szerencsétlen vagyok, hogy pontosan mindig abba futok bele. Ez már vagy a harmadik ilyen, hogy pont ki akarnék alulra futni, amikor elkap az a pontosan egy darab, ami aztán ki is nyír simán. Ráfogás. Teljesen kiszámíthatom, hogy ezt mikor nyomja el, de szerencsére a Mimik is jó helyen ütik. Dead. Pedig a Mimik amúgy pont jól csinálta volna. Eddig a Fizzbanban nem is haltam meg. Lehet, hogy az lesz, hogy megpróbálom körbe szaradozni. És varázsolgatni körülötte. Talán ez egy viszonylag creepy megoldás, de az működhet. Még azt nem próbáltam meg, hogy egyáltalán nem megyek a közelébe. Nem hiszem el, hogy elkap a pajcsapás, aztán még az arcomba robban ez az akármi is. Hihetetlen mennyire gyorsan pusztulok el egyébként. Target lock, hogy azt a lábát, amelyeket millizem. Az a baj, hogy amikor megjelenik alatta a tűz, akkor az attól félek, hogy oda beragaszt. Megpróbálhatom, csak hogyha rajta van a target lock, akkor nagyon nehéz onnan kifutni. Amikor minden irányból jön a tűz. A sárkánynál se jött be, igen, annyira nem szoktam szeretni a target lockot amúgy. Sokszor inkább a kerékkötő, mint hogy segítene. Pedig már majdnem átlöktem Feast2-ba. Ez annyira durva, hogy néha simán átlököm a második fázisba, aztán utána meg ezen szenvedek.
Mondjuk a második fázisnak a megoldó kulcsa még mindig nincs itt a fejemben, hogy pontosan mit kellene csinálnom. Távol maradjak tőle, vagy futkározzak körülötte, de szerintem a futkározást fogom választani. Jó, ezt torrent kapta. Eddig még egyszer sem ölt meg ezzel a guringálózással. Nem is tudtam, hogy ez is levez. Ez még nekem is új. Egyszer sem. Még egyszer sem. Azon gondolkozom, hogy mimiket van-e értelme lehozni, bár mondjuk van, végülis van, mert ő is egy plusz target. Van, van értelme. Hogy lehetett ezt ilyen szerencsétlenül benyelni? Dead. De ez most meg is érdemeltem. Nem is tudom, ezt hogy sikerült így benyelni. Na de végre valami olyan fal, amivel már régen találkoztam. Nem is tudom, melyik bossnál szenvedtem ennyit. Utoljára. Talán Godrickkal volt. Vagy Radánnál volt ilyen nehéz, ahol úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon nagy falba ütköztem. Talán Radán. Most ebben nem vagyok teljesen biztos. Igen. Aha, oda lecsapja a shieldjét, az ölt meg az előbb. Értem. Így már értem. Történik most? Miért nem tudom átvinni Fizz 2-be? Eddig annyira egyszerűen átvittem. Volt olyan, hogy meg se kottyant. Nem tudom én, mi lesz itt a baj. Pedig annyira komótos öregnek látszik, ez közben meg iszonyatosan agilis. Eddig ezt, olyan érzésem van, mintha eddig ezt nem csinálta volna, most kezdte el. Vagy eddig a hátam mögé szaladoztam, az volt a szerencsém, hogy nem előtte kolbászoltam. Lehet, hogy az lesz a baj, amúgy, hogy előtte kolbászolok, és így mindenki nyír.
Pláne, hogyha egy ekkora leveses tányérral agyon nyomnak, az nyilván nem egy nagy élmény. Hát, hogy ne halljak meg egy csapástól, igazából, ha nem egy csapástól halok meg, akkor meghalok kettőtől. Tehát, hogy így ebben nem látok összefüggést. Nem csak a HP kevés, hanem az armor is, de ez nem baj. Egy ekkora pajzs ellen nyilvánvalóan rajtam lenne egy ilyen hőcúc, tudjátok, ez a hatalmas nagy pajzs, amit fel lehet szedni, mivel lényegében érinthetetlen lesz a játék további részében. Nyilván az rengeteget segítene. Ezt annyira nem szeretem. Nem szeretem a fetrollalást, nyilván ezt most fel lehet pukolni. De ha nagyon sok lenne a HP-m se védene olyan rettenetesen sokat. Hiszen maga a pajzs meg nem, vagyis a páncél meg alig van. Úgy le fogok innen esni mindjárt. Jó. Innen nagyon gyorsan. Jó. Talán sikerült megúszni. Annyira messze ment. Nem. Szóval most megadik ott a szombi. Nem, én itt sem vagyok. Itt sem vagyok. De messze ment. Hát... mit mondjak nektek? HP-ja nagyon sok van. Itt a második fázisban itt valami iszonyatos mennyiségű HP-ja van. Hát ez mi? Vagy nem jó helyen ütöm. Itt a második fázisban a lábát kéne csapkodni. Oda kéne menni az Achilleséhez is, ugyanúgy, ahogy itt is azt ütögetni. Mert itt a mágiával nem csak, hogy alig sebzek belé, hanem őt magát is. Tehát olyan sok HP-ja van, hogy itt nem akarom elhinni, hogy itt 50 000 HP-ja van a második fázisra. Nagyon keveset sebez a prüntyögtető, retteltesen keveset sebez itt a prüntyögtető. Valószínűleg nem is a prüntyögtetővel kéne csinálni egyébként. Varázslatám nagyon sebzi. Ó, de jó. Hát akkor nem én vagyok ellene a legjobb. Jó, varázslóként.
akkor viszont katanával kéne ráfutni, és akkor azzal csapkodni őt. Talpán nem szerette most, ahogy megnézitek azért, most egy eléggé szép sebzés volt. Igen, a talpát kéne ütni, ami az égnek, tehát ami fölfelé van. Talpát kéne. Ja, akkor nem mágiázunk itt semmit sem. Viszont ha nem mágiázunk semmit sem, akkor én azt mondom, hogy... Nem. Nem, nem. Nem. 43k HP-ja van. Rockslink és távol maradni tőle? Az se rossz. Wrist and eye, second phase. Hát csak azt fent, az eye-t az hogy? Hát nyilván, hogyha... Ha összeesik. Az a baj a Ruxlinggel, hogy borzasztóan lassan kasztolja. És felszecskáz, mire odajutok, hogy így egyáltalán rájutok egy normálisat. Lassú, igen. Igen, igen. Gyorsan. Jó, nem maradt stamina. Aha, hagyott maga után tüzet. Sejtettem. Azt hittem már én haltam meg. Jónál vagyunk ezzel a kaszabolással. Ha.
Most torrent helyett én haltam meg. Ezt sem tudom, ezt nem úgy mi dönti el. Felekéni a second phase-ben kicsit védtelen a tűz oda ment utoljára, ahogy láttam. Két veges simulva fél, egyébként nem, nem hülyeség, ott lehet, hogy van egy ilyen sötét polt, ahova be lehetne így bújni. És akkor onnan DPS-elni, amiben biztos vagyok, hogy a lobon rajta kell maradni, mert folyamatosan nyilván meg lehet ölni máshogy is. Csak én azt látom könnyűnek, hogy ő megpróbál mindenképpen messze lenni tőlem. És ez jó, mert akkor az azt jelenti, hogy nekem viszont az arcába kell. Ne, léci. Ne. Ne. Oké, köszi. Nem hülyeség, amit írsz, Gilga egyébként, ezeket mind meg kellene próbálni. Az a helyzet. Nem hülyeség, ezekre majd rápróbálok. Ez most isteni szerencsével nem találtál. Várunk egy kis staminát, meg van, jó. Utána. Mibe sebeztem olyan hatalmas nagyot? Fucking man! Ah. Megyek, elsírom magam, mindjárt jön.
Ja, Gebola! Mi a helyzet? Jó kis boss fight, azt mondja. Hát... Nem tudom, már most az idegeimen citerázik. Leginkább azért, mert már majdnem megvolt. Mennyi kellett volna bele szerintetek? Együtés? Hát együtés, hát már nem látszott, hogy mennyi HP-je volt, mert nem volt kinnak piros csík. Köpire meg lesz. Most lesz az, amikor belekerülök a boss loopba, tudjátok? Ez a tipikus boss loop, amikor mondjuk próbálgatod, onnantól kezdve már órákon keresztül nem jön össze. 3 óra alvás után. Hát ezt nem irigylem. Nagyon-nagyon sűrűlt most neked a program, Gebola. Mi történt? Valami változott? Egy hit hiányzott. Szomorú. Gyere ki onnan! Miket csak második fenszer hozzá kinyírja helyetted? Egyébként az se hülyeség, még azt sem próbáltam meg. Próbáljuk ki. Jaja, próbáljuk ki, mimik nélkül. Értem, Gebola. Fú. Hát az kemény akkor. Akkor gondolom már most neked más se hiányzik, mint aludni egy nagyot, nem? Vagy még tartod magad? Akkor most nem hívom be a mimiket. Nem hívom a mimiket, majd csak a legközelebb. Vagy csak a Feastunál. Ott úgysem tudok közel menni hozzá. Mondtam már, hogy mennyire fantasztikus ennél a bossnál a zene? Ezzel a mély hegedű és nagybőgő. Szörnyetesen jól áll ennek a játéknak egyébként. Kipróbálom a mimiket, amint sikerül nem meghalni. Majd holnap reggel, mert most te éjszakás leszel, Gebola. Az kemény. Az nagyon kemény. Szegény Torrent. Kávé majd évben tart, ja. Megvárom, hogy visszajön a Stami. Jó. Hozzuk be a mimiket. Ezt tudjuk meg. Jó.
Szintén megyünk utána. Hát csak pirog. Itt valami 5000-et sebzett, srácok. Valahol el kell találni a térfajlatánál, és az ott 5000-eket sebez. Én nem tudom, mit találtam el az előbb, de 5000-et sebeztem valamit. Dead. Ugye? Dead. Ki mondta? Bartos Krisztián, köszönöm szépen a tippet. Meg mindenkinek köszönöm a tippeket egyébként, de a mai popcorn a Krisztiáné. Második körben behoztuk a mimiket, és így a mimikre figyelt. Nem ölte meg helyettem, de a mimikre figyelt, tehát lényegében bevállalt a kőkemény. Hát, hogy is fogalmazok szépen? Boxzsák funkciót. Köszi a GG-ket. Nekem ebből a fájtból elmaradt, mikor meghalt magát. Nekem az egyik ismerősöm mondta, hogy neki például annyira rossz érzés volt, hogy a Radahn fight, ő multiplayerben csinálta a Radahn fightot. És behívott embereket, vagyis ott ilyen tehát beszámonolt húsvér embereket, és lefagyott a boss. De nem úgy fagyott le a boss, hogy nem csinált semmit, hanem éppen megölték volna, amikor lefagyott. És hát igazából nem sikerült, tehát a Feast 2-ba ment volna át Radahn. De nem tudott átmenni a Feast 2-ba, ezért megölték. De amikor megölték, akkor nem esett össze Radahn, szóval fél órát szaladgálta körülöttem, amikor egyszer csak beadta a killt a játék. De mondta, hogy például az neki sokkal nagyobb, tehát neki ez sokkal rosszabb élmény volt, mintha csak simán bebagolt volna. Vigorra kéne adni egyet, meg azt nem tudom, hogy innentől kezdve Endurance-re adjak-e, hogy tudjak. Equipment load-ot, azt milyen szinten viszi föl? Á, ilyen picit csak. Hát akkor ez nem éri meg ide rakni. Az nem éri meg. Akkor még Vigorra teszünk, ja. Vigort azt felviszem szerintem 35-ösig. Így beszélni vele? There is something I'd like to say. My purpose. Ja, kondérnál. Ja, jó. A mondat első felét fogtam csak föl. I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have. Kondér. Ez nekem is egy hirtelen megakadt. Anyone to speak ill of that. Not even you. Át kell menni. Uh-huh. Akkor menjünk a kondérhoz. Gondolom itt a láncon kell fölmenni. Na, ne! Ma meghal is, hogy tudsz normálisan, csak bugolva. Nincs is sok hátra. Nincs! Egyébként éppen ezért mondtam, hogy innentől kezdve csak az Elden Ringet szeretném streamelni, mert nincs belőle sok. Csak az a baj, hogy... vagy nem baj, csak rettenetesen felaprózom. Tehát az, hogy... Ugye volt a Horizon Forbidden West, még amikor a Twitch-en streameltem. Akkor ugye ezzel a játékkal együtt lenyomtam a Forbidden West-et, platinázva, tehát nem sietve. Utána nyomattam a Final Fantasy Origins-t, a Strangers of Paradise-t, meg még volt egy harmadik is talán, vagy csak ez a kettő, nem csak ez a kettő volt. És... Szállj le erről az öngyilkos lóról, amelyet megőrülök tőle.
itt a kondér. Tehát már nincs olyan sok a játékból, és éppen ezért gondoltam azt, hogy akkor oké, kicsit kevesebbet is streamelek már, mint régebben, de akkor legyen az, hogy kevesebbet streamelek, de ezek a streamek, ezek legyenek akkor specifikusabbak. Tehát akkor inkább akkor nem játszok 3-4 játékkal egyszerre, hanem akkor játszok egy játékkal, amíg azt végig nem viszem tisztességesen. Hogy ne néztem volna, Gebola? De azt válaszoltam is, magyarok fejlesztik amúgy, ők csináltak a Sudden Strike 4-et is, meg a többit is. Nem tudom, ismeritek a Sudden Strike-ot, én amúgy nekem az egyik személyes kedvenc második világháborús játékom. A kedvenc második világháborús játékom a Hearts of Iron 4, a második a nem jut eszembe a neve. Mi annak a neve? Várjátok. Nem Panzer General. Hanem... mi ennek a neve? Mert valahol itt is volt, még rajta is van szerintem a gép. A Hearts of Iron 4 a kedvencem, az biztos. Többi. Steel Division. A Steel Division. Steel Division 2. Egész jó RTS-nek néz ki. Igen. Igen, igen. Long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Ugye ő most el fog minket küldeni valahová. És az rendben is van. Hát... I'm ready. A testem az készen áll. Hell let loose. Az a baj, hogy nem szeretem az FPS-eket. Tehát próbálkozom, nem, nekem nem. Nem, az FPS nézetű játékokkal nincs problémám, de a... Mit tudom én, a Falloutot azt szerettem, az Elder Scrolls-ot szerettem, a Falloutot szerettem mondjuk abban lőni is, mondjuk megmondom, hogy nekem a Fallout 3 az sokkal jobban bejött, mint a 4. Szerintem a 4 az nagyon szar lett. Már elnézést, tehát nem szar lett, de hogy nekem nem, tehát nekem nem. Nekem nem tudta adni azt, még meg sem közelítette azt, amit a Fallout 3 tudott nyújtani. A Fallout 1-2-ről nem is beszéljünk, hát az hozzá sem lehet hasonlítani. A Fallout 1-2, hát... De az egy másik időszakban jelent meg, tehát az egy másfajta játék. Az ma már nem működik. Nem gyűtt át. Nem. Shall burn.
burn for the sake of the new lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. King Arthur. Aha. Igen, igen, kaptam hozzá kulcsot, igen. De írtam, hogy nem tudok majd vele, tehát nem tudom streamelni, amikor megkaptam a kulcsot, ezért tehát úgymond visszaadtam. Tehát én nem használtam föl, az valószínűleg valaki máshoz került azóta. De igen, kaptam hozzá kulcsot, de írtam, hogy nem, tehát nem fog menni, mert ugye az lett volna a feltétel, hogy kellett volna streamelni, és meg kellett volna róla videót is csinálni. És akkor abban az esetben úgymond végérvényesen nálam maradhat, de aztán úgy döntöttem, hogy szólok, hogy nem, tehát nem fog menni egyik sem. Ez még egy hónapja volt, nem is tudom mikor jelent meg. Hát nem is biztos, hogy egy hónap jelent meg, de már egy jó ideje megjelent. Talán 3 hete. Smithing Stone. Hol vagyunk? Oh. Oké. Okay. Hát elég rendesen el vagyunk jönve. Mi egyébként ebből a városból akkor ki is jöttünk? Ebből a cityből? Teljesen? Azt hittem, hogy itt még lesz egy csomó minden, de akkor ez itt így ennyi volt. És innen nem is lehet elteleportálni sehová? Ha? Ez a legkirályabb rész, csak ez a vége felé megy. Uh-huh. Jó, nem baj. Hát jól néz ki, az biztos. Menj vissza a Grand Lifthez és nyomd el a másik amulettet. És akkor megnyílik a pályának az a másik része. Majd elnyomom. Most itt szétnézek. Meg ebben a pillanatban nem is tudok teleportálni, látjátok? Tehát vannak húzva. Ezek a kedvenceim. Ó, ezekkel nagyon szerettem harcolni mindig is. Nem? Egyébként. Ne.
Jó. Sanctuary Stone. Szia, Remólián! Sok van még a játékból? Nem, a többiek szerint már nem. Nem, már nem, nincs belőle sok egyébként. Azt sem mondanám, hogy kevés van, meg egyébként skill-based, hogy mennyi van még a játékból egy picit, mert a játék végétől kezdve lesznek a legnehezebb bossok. Innentől kezdve lesz a legnehezebb a játék, és innentől mutatja majd a legbrutálisabb arcát minden, amit eddig csináltunk, szóval lehet, hogy sok idő lesz, de az is lehet, hogy kevés, majd meglátjuk. Végre. Ha úgy akarok, akkor végül is csak három boss van hátra. Nem sietek a játékkal egyáltalán. Tehát nem akarok... átrohanni semmin. Úgyhogy amit tudok, azt megcsinálok, meg amit tudok, azt megnézek tényleg. De nyilván olyan apróságokkal most nem akarok kínlódni, hogy mit tudom, én most felvigyem magam 149. szintre, mert az most annyira nem... lehetne azzal is foglalkozni, meg nincs azzal baj, ha valaki ezt megcsinálja, csak most ez nekem annyira nem ad hozzá pluszban. Annyit, hogy meg is csináljam. Azért egy level up-ot tolok. Na, most már azért alakul egy picit az a HP. Már nincs annyira csúnyán lemaradva, nyilván még jóval kevesebb, mint amennyi lehetne, de már legalább nem nincs olyan nagyon-nagyon kevés. Igazából el lehetne a játékkal tölteni még 200 órát, mert förtelmes, wow, förtelmes mennyiségű tartalom van a játékban. Tehát tényleg még nagyon sokat lehetne vele ellenni. Rengeteg ideig el lehetne vele lenni. Mibe fogadok, hogy ide fog jönni egy sárkány? Ha már le is tudom rakni a mimiket, le is tesszük. Gyere! Tudja, hogy jön egy sárkány. Aha. Na hát, csoda. Hát hogy ne fújnál le egyébként egy centiről? Nem is lehet látni a HP-ját? Miért nem lehet látni a HP-ját? Szabadapot adtak a munkahely, de milyen okból azt mondjuk? Akkor élvezd a szabad napod. Élvezd a szabad napod. Hogy milyen okból adták? Nem baj, a lényeg, hogy van szabad napod. Nézd meg Gebalát. Még most meg dolgozni. Nagyon sok HP-je van, rengeteg HP-je van. Édes Istenem. What kind of damage? Tehát ez mi? Se írja a HP-ját, ezt nem tudom hova tenni.
Hát, ja. Egyébként mondom, tehát a játékban büntetően sok tartalom, tehát szerintem én rengeteg mindent hátrahagytam pusztán a progresszért, tehát hogy egyébként sokkal több mindent lehetne még itt csinálni. Jóval több dolog van, hát még emlékszem rá, amikor még elkezdtük a játékot, és már volt olyan, akinek benne volt 70 óra, és így mondta, hogy hát ez túlságosan gyorsan haladok. Én meg úgy éreztem, hogy túl lassan haladok, tehát ez ilyen teljesen furcsa helyzet, hogy mi a sok, mi a kevés. Édes jó Istenem. Ez a damage, ez what? De jó lenne ide a ló. Az öngyiló. Gyere onnan. Látom, hogy innen tovább is lehetne menni akár. Egész ügyesen dodge-olgat ez a mini. Ezt kell mondanom, én mint profi megdicsérem itt a miniket. Ez fantasztikus volt, mert 10 ütésből egy találta el. Kösz. Kösz. Úristen. Majdnem meghaltam. Egy pillanatom volt körülbelül. Egy rossz döntés és végem. És most már nincs több HP-m. Ó, hát ez fantasztikus. Hát fantasztikus. Smithing Stone. Oh, yeah, itt a Grace. Hát akkor kit érdekel. Szuper. Néha már túl sok, mondott Gabol. Egyébként én is néha azt érzem. Megmondom őszintén, hogy nekem már volt olyan része a játéknak, amikor már azt hittem, hogy a végek felé közeledünk, és akkor még akkor jöttem rá, hogy nem, 30%-nál nem vagyunk. Ez nem hiba egy játékban, ne értsetek félre, de annyira nagyok lettek a játékban a méretek, amit annyira meg akartak tölteni tartalommal, hogy már szinte kényszeresen. Néha már olyan érzésem, hogy egyszerűen elveszek az egészbe hatalmas minden. Fúj meg, légy szíves. Ez? De a Smithing Stone-okat úgy dobálja, mintha ingyen lenne. Persze sokkal kötődik bele, nem szalom képes munkán, és azért hát na, nem ők híve a túlszabadásnak, de majd elgondolkoztam rajta. Hát, de figyelj, hogy ilyen vannak, tehát amúgy egyébként nem tudok más mondani, mint hogy amúgy egyébként mint minden embernek is, úgy a munkáltatónak is vannak szar napjai, meg rossz napjai, olyankor tényleg jobb egyébként nem láb alatt lenni. De tényleg van ilyen. Tehát most ez bármennyire szarul is hangzik egyébként, amikor valaki azt mondja, hogy hát van ilyen, mert tényleg egyébként ezt tudom csak mondani, hogy sajnos néha ez így előfordul. Tehát amikor így konkrétan nem tudsz jó lenni. Ezért jó, ha majd később esetleg olyan helyre kerülsz, ahol dolgozhatok csapatban.
és nincs melletted mindig valaki, aki vezet. Ja, ezekben sosincs semmi. Nem tudod hirtelen mit kezd magaddal. Egyébként én az Elderinget ezért is szerettem olyan nagyon. Mert mint ahogy az összes From Software játék, ez is olyan, hogy igazából mindegy, hogy mit csinálsz. Semmit nem kell csinálnod. Ez ide nem jó. Ujjjj. Igen, ez ide nem volt jó. Tehát, hogy nem kell mindent megcsinálnod, nem kell mindenhova benézned, de ha szeretnél, akkor megteheted is, ez nagyon jó. Sanctuary Stone. Ja, hogy nincs manám. Bocs. Szuper. Jó, itt az oldalt mindent kinyírtunk. Most kell lemenni középre. Igaz? Még itt ki lehet jönni. Jaj, ilyeneket ne csináljunk. Tudja, hogy itt áll valami, ami lelök. Tuti. Akkor itt fent. Egy 12-es Golden Rune. Azért ezek nem rossz dolgok, srác. Egy idő után már ezek a Golden Rune olyan királyok tudnak lenni. Fel is csapja maxra a HP-m, szupi-szupi. Megvárják, amíg saját véremben összeesek. Nekem sem adnának egyébként. Csak úgy mondjuk én egyébként nagyon ritkán vagyok Szabim. Annyira ritkán vagyok Szabi, hogy már rendesen meg szokták kérdezni, hogy amúgy nem akarsz menni? Ez nem ilyen hősködésből, egyszerűen nem is jut eszembe, hogy elmehetnék szabadságra. Hát így nincs bennem, tudod, hogy mit tudom én, hogy tök jó lenne elmenni szakítani. Valahogy így kiesett a gondolatkörömből, pedig amikor még elkezdtem dolgozni, akkor még nagyon szerettem Szabin lenni. Most is szeretek Szabin lenni, csak sose vagyok. Ancient Dragon Prayer. Hogy elmészte a jó üdös. De tényleg? Tehát, hogy ez... Ó, de szemét dolog, és most... És egy itt fekszik. Valahogy annyira kiestem ebből az otthon legyek Szabin dologból, pedig amúgy nyáron leszek majd, hogyha lesz itt ítélkezési szünet, akkor tuti. Tudja, hogy ki fogok venni szabadságot. Most még előre nem tudom, hogy mikor. Július 20-tól augusztus, azt hiszem augusztus 20-ig. Azt hiszem augusztus 20-ig lesz itt érkezési szünet, és majd akkor. Jó egyébként, csak meg kell tölteni valahogy tartalommal a szabadnapot, mert különben egyrészt nagyon gyorsan eltelik, másrészt meg, hogyha az ember ilyen egy-egy napokat vesz ki, akkor annyira felaprózódik a szabadság, hogy elveszik teljesen. Hagytam rengeteg szólt. Nagyon-nagyon-nagyon sok szólt hagytam ott. Pam-pam. Nagyon nagy ugrás az elődökhöz képest. A játék mérete az mindenképp. Tehát magában hordozza a vérvonalat. Tehát a Bloodborne, Dark Souls, meg mindent. De óriási. Tehát szinte döbbenetesen nagy ugrás ez. És érződik is a From Software-en, hogy ők ugyanazt akarták megcsinálni, mint a Dark Souls-oknál, meg Demon's Souls-nál, meg a Bloodborne-ban, tehát ugyanazt szerették volna megcsinálni. Tehát ugyanazt a minőségi elképesztő játékot, csak az helyzet, hogy itt a méretek azok nagyon-nagyon nagyok. Ami egyébként nem baj. Csak annyira sok mindent kell csinálni, hogy én néha teljesen már úgy érzem, hogy belefulladok.
Tehát mindig írjátok, és ne értsétek félre, tök jó, hogy írjátok, hogy mit lehetne még csinálni, meg merre lehetne még menni. Igen, tényleg meg lehetne csinálni, csak akkor itt ülnék jövő évig is. Tehát még jövő ilyenkor is elderingeznék, és a karakterem 3200-as szintű lenne nyilván, de még akkor is lenne mit összegyűjteni, ebben biztos vagyok, nyilván most túlzok, de értitek. Nem szeretem ezeket a lényeket, mert ők rengeteg XP-t dobnak. Vagyis rúnát, bocsánat. Ha szabadságon vagyok olyankor, streamelni sem szoktam egyébként. Tavaly nyáron voltam, azt hiszem, hogy egy vagy két hetet szabadságon. Akkor nem szoktam streamelni. Szabin vagyok, tudjátok, mert akkor akkor tényleg így minden alól kivonom magam, és akkor felszabadítom így az időt. Azt nem tudom, hogy itt most merre kéne nekem pontosan. Menjünk akkor itt ki. Falon keresztül le tudnak csapni, mindig le fognak tudni. Azt egyszerűen a From Software nem akarja megcsinálni. Nem áll érdekükben. Vagy nem tudom. De azt nem csinálják meg. Pedig amúgy nagyon jó lenne. Én rohadtól örülnék neki, ha végre már megcsinálnak, de nem akarják. Egyszerűen olyan érzésem van, mintha úgy lennének vele, hogy ez hozzátartozik. Itt nem bújhatsz el egy fal mögé. Mondjuk mechanikailag tényleg nehéz lenne megcsinálni, mert akkor bárkit le lehetne verni, hogyha odaállsz egy oszlophoz, akkor meg tudnád verni. Egy másodperc alatt. Ilyen 100 órás game, felvezet a dolgokat, akkor nekem 100 órában a trofik megvannak. Még így is van olyan helyen, ahol nem jártam. Így van, ez egy ilyen játék. Tehát ezt megtöltötték tartalommal. Itt óriási mennyiségű. Tényleg óriási mennyiségű tartalommal találja magát szemben a játékos, amivel egyébként nincsen baj. Tehát még ezt mondom, nem baj, csak ugye... Nekem például fullasztó volt kezdetben az, hogy így atya úristen, mennyi mindent kell itt csinálni. Tehát, hogy de tényleg. Tehát, hogy így úristen, mit csináljak még kb, mert az mi? Meg merre menjek, merre induljak, tehát néha ilyen. Meghalok? Nem. Egyébként maga a játék mérete és hosszúságával nincs problémám, mert akkor nyilván felvetődne a kérdés, hogy oké, ha ezzel valakinek problémája van, hogy ez ilyen hosszú játék, akkor mit akar? A Call of Duty-t akarja végigvinni easy módban? Tehát nyilván én sem ezt szeretném. Sőt, tehát nem is azzal van a baj, hogy hosszú a játék, hanem inkább azzal van a baj, amit talán fel lehet hánytorgatni a játéknak, amit talán negatívumként lehetne megemlíteni, és én mondjuk a bemutatóban nem említettem meg, és mai napig sem tartom ezt negatívumnak, de hogy óriási kiterjedésű az egész. Tehát, hogy annyira sok felé lehet menni már, hogy már szabályosan elveszik a játékos, és egy idő után elkezdesz
Mi ez a hely? Mi az Isten van? Hány felől jönnek? Hagyjál békén! Ugorjál! Ezt az ijászt, ezt azonnal fejezd be, gyorsan légy szíves, mert ezt bozasztó idegesítő, kösz. Már 100 esztusz flaskát megittam. Úristen, mennyien vannak itt. Ja, várjál már, ezek élő halottak? Tudtam, hogy meg fogok halni. Biztos voltam benne. Ezek élő halottak, ezek nem halnak meg. Aha. Tök jó. Azt minden munkahelyen csinálják egyébként, független attól, hogy munkaerő hiány van. Hiába van hatalmas sofőr hiány, némelyik sofőrrel úgy kicsesznek, hogy ez nem igaz. Van egy ismerősem, aki szokott kamionozni, és mondta, hogy 6 hétig nem tudott hazajönni, mert nem tudta hazahozni az irányító, pedig arról volt szó, hogy csak 3 edet lesz ki. Szóval, hogy ott szívóztak vele, hiába könyörgött, hogy hagyj menjen már haza, mert szeretne a kislányának a ballagásán részt venni. Nem, egyszerűen nem. Nem hozta haza az irányító, mert hogy hát benézett egy árut, és akkor ott kellett állnia valahol, aztán már ki kellett venni a 48 órás pihenőt, tehát... Tehát, hogy egyszerűen nem tudott napirendre térni az egész fölött. Ez valami nagy! Szűzanyám! Mi ez a hely? De ő nem hal meg véglegesen, igaz? Tehát ő most mindjárt fel kell. Így hal meg véglegesen. Aha. Itt kell maradni a hullánál. Motherfucker, ezt is odarakta egy fejlesztő. Ott állt, hogy ezt oda kell rakni. Ezt mindenképp oda, azon a résen fog lőni, ott. Legnépszerűbb mod az Elden Ring, az az easy mod. Igen, Kenny múltkor mondta, hogy annyian letöltötték, kérdezték, hogy mi a helyzet vele, de mondtam, hogy tehát így beszéltük, hogy valójában kiherélik vele a játékot, de meg is lehet valahogy érteni. Én nem tenném be, meg mindenkit arra bíztatnék, hogy semmiképpen se használja, mert pontosan azt veszi el a játékról, játékból, ami a lényege, de hát valaki úgy van vele, hogy ő mindenképpen szeretné ezt könnyen játszani, hát Istenem. Hát akkor tegye meg, meg is meg lehet. Régebben is voltak cheat kódok, azt is használták egy csomóan. Használja. Meghalnak, csak elkezdtesek, hogy bizony, amikor rájuk lehet vágni. El szokott menni fölöttük a vágásom egyébként, de most sikerült leütni. Majd arra figyelek. Amikor bűzölök, akkor elkezdem ütni. Meg kell várni, míg elkezd összeállni, és akkor utána ráütni egyet. Itt a Demon's Souls-ban, Smithing Stone. Array. Jaj ne. Ezeket nem, ez nem. Hát ezt nevezem tracknek. Nem baszokodnék egy kamionossal, pedig megteszik amúgy, és egyébként gondoljátok el, elvileg Európából 35 ezer kamionos hiányzik. Tehát, hogy legalább annyinak lehetne még munkahelyet adni. Tudom, hogy a lépcsőbe fog csapódni nagy része, hopp! Gyorsabb! Gondolom errefelé ilyenek lesznek végig.
Igen. Már ott is van egy. Nem. Banished Knight. Mhm, oké. Ott mi történik az árnyékokkal? Mhm. Jó. Sima balkoni. Uh-huh. Bezárták a domunk, hogy nem lett meg a darabszám. Úristen. Na, aki már ilyet megcsinál, az viszont az tényleg nem normális. Azt a céget ott kell hagyni. Nem lett meg a darabszám. Nem fogom tudni leszúrni. Jó. Nagyon gyorsan felállnak, nem igazán tudom őket leszúrkálni. Ott van még egy. Jól láttam, akkor dupla kardja van. Ezt is jókor iszom meg egyébként, nyilván fight közbe kell. Jó, te mit őriztél itt egyébként? Egy kit. Kérsz egy ilyet az arcodba? Tűr! Tess! Ilyen gyors vagy! Az olyan embereknek egyébként, akik még egyszer, tehát amit beszéltünk is már, hogy ugye nagyon fel lett kapva a játék, rengetegen streamelték, köztük én is, tehát nagyon mainstream lett az egész. Mivel nincs is semmi probléma egyébként, csak emiatt biztos, hogy vannak egy csomóan, akik úgy vetették be magukat a játékba, hogy Souls-like szüzek voltak, és aztán itt szeretik meg a Souls-like játékokat, ami tök jó dolog szerintem. Meg vannak azok is, akik egész egyszerűen... az ismerős ez a pályaelem, ilyenen gurítottak le egy ilyen követ, vagyis egy ilyen golyót még régebben. Meg vannak azok, akik egyébként csak szeretnének úszni az árral, és akkor játszani azzal, amit tudtak nézni YouTube-on, Twitch-en, stb. És tökre szívesen kipróbálnák magukat ebben, de aztán rájönnek, hogy nincs értelme, akkor jön az, hogy visszaviszi, mert nagyon nehéz, vagy akkor használja az easy módot, mert a játék mondjuk érdekli, vagy a történet. De egyszerűen is türelme ahhoz, hogy ezzel kilódjon. Ezt valahol meg tudom érteni, és hogyha ott van az easy mód, hát használja. Benne van a pakliba, hogy ezt használni fogják. Egyébként van egy csomó dolog a játékban, amiért valójában megéri ezzel a játékkal játszani. Tehát azért éri meg sok helyre benézni, azért éri meg néhány bosszal, jó néhány bosszal, opcionális bosszal megküzdeni, hogy a későbbi main bossok könnyebbek legyenek. Nem csak azért, mert hogy szinteket lép az ember, hanem mert olyan képességre teszel szert. Vagy olyan tapasztalatokat szerzel, amivel aztán később könnyebben megölöd. Tehát tulajdonképpen ezért nem éri meg kiherélni a játékot, mert akkor, hogyha ezeket mind megcsinálja valaki,
berakja az easy módot, akkor fölöslegesen menne el ide-oda, amoda mondjuk, hát nem is farmolni, hanem mondjuk megszerezni egy spellt, egy skillt, megszerezni egy fegyvert, arra a fegyverre mondjuk megszerezni a különböző upgrade-eket, szóval ja, hogyha benn van az easy mód, akkor megszűnik a játéknak a sava borsa. És az annatok kezdve már mindjárt nem lesz annyira szép. Meg lehet tanulni parryzni a játékban, egyébként akkora window van a parryhez, hogy ekkora window soha nem volt még Souls-like játékokban. Úgyhogy tulajdonképpen igazából csak a játékosom múlik, de ez is olyan, hogy valaki mondhatja azt, hogy nekem nincs időm megtanulni parryzni ebben a játékban, nekem nincs időm megtanulni ezt, egyszerűen nincs. És akkor nyilván felmerülhet a kérdés, hogy de akkor minek játszol vele? Azért játszik vele, mert ez egy mainstream játék, látja mindenhol. A kedvenc streamer ezzel játszik, a kedvenc youtuber ezzel játszik a haverjai, a tesója, amit tudom én. Nem mindenki szereti, így van. Nem, nehéz ezt eladni is, tehát a réteg játék, a Dark Souls 1 az... A Dark Souls 1 az volt, akik le is szarozták, hogy ez egy szar játék, a Dark Souls 1. Mert nem jó, mert hogyha oda jön három csontváz, akkor megölnek. És akkor ennek mi értelme van, hogy milyen unfair hülyeség. Mi a Szűz Mária? Ez most komoly. Várjál már, hát se HP nincs nálam, se semmi. Hát ez fantasztikus, komolyan mondom nektek. Amit ott az a mimikbe kap, srácok, az elképesztő. Az Ornstein és Smog fight akarna lenni itt egyébként. Ja, ez a helikopteres akármi. Egy meghalt. Az a baj, hogy annyira messze van a Grace, hogy szerintem nem szereztem meg egy Grace-t. Őt be teljesen biztos vagyok benne, hogy nem szereztem meg egy Grace-t. Gebola, minden jót neked, jó pihenést, meg jó munkát. Ja, hát ilyenek mindig lesznek egyébként. Az Elden Ringet is, ahogy tudták, úgy rugdosták az első egy hétben, aztán amikor kiderült, hogy nagyon sokan szeretik, akkor meg már nagyon sokan visszavonták, hogy ja, nem, egyébként tök jó tényleg. Szóval tudjátok, ez a tipikus. Itt van a boss room. Hé! Hey. De az nem a boss room. Most ott hagytam 47 000 szól, de már emiatt nem is siránkozok. Azt hittem, hogy itt be lehet futni a bosshoz, de nem lehet.
Jó, ezeket hagyom itt, hogy hagyj piszkálják egymást. Próbálok itt lefelé menni. Kicsit. Most úgyis mindegy, mert nincs nálam egy darab szól sem. És itt lehet bemenni? Ha itt lehetne ide bemenni, de most ide nem akarok én bemenni. Igen, itt vele már harcoltam egyet. Nincs itt egy Lost Grace valahol. Úristen. Aha! Tök jó. Ott egy item, azt azért megszerzem. Hopp! Aha. Itt tulajdonképpen semmi. Azért még egy HP-t megiszok, hogy ne halljak meg azonnal. Itt nem lehet erre bemenni. Akkor lehet, hogy vissza kéne futni a lépcsőn. De úgyis jönnek utána megállás nélkül. Ah! Tötötöntöm. Arra is el lehet menni. Nézzük csak, itt már néztem, hogy el lehet-e ugrani. Itt már a legjobb barátaim. Mind a ketten. Tök jóba vagyunk. Most visszajöttem a Lost Grace-hez. Szerintem visszajöttem a Lost Grace-hez, itt lesz bent. Nem, hogyha nem élvezem, amit csinálnak, semmi értelme. Tehát annak nem, tehát az, akkor, már, akkor az viszont olyan, mint a legrosszabb munka. Aha, ide jöttem vissza. Azt nem szabad csinálni. Az óriási hülyeség. Úgy akár streamelni is, hogy, hogy nem jó már neki. Azt tényleg, azt lehetőség szerint el kell kerülni. Már nem azt a streamert, hanem azt a helyzetet, amikor úgy játszol valamivel, hogy csak visz előre az ár, de valójában nem szereted. Ez a Monster Hunter Rise-nál is kiderült. Nagyon sok embernek az nem a játéka egyébként. Csak azt hiszik, hogy ezt, mert sokan játszottak vele, hogy ez az ő játékuk is. Nem. Nem. Uff, tömegszex, srácok. Na jó, akkor menjünk be ehhez a duóhoz, és akkor őket próbáljuk meg megverni. A Godskin duót azt én szerintem úgy lehet megverni, ha itt lemegyek. Szerintem is legalábbis. Igen. Itt kell bemenni. Itt. Menjél be! Mert most mindjárt átütnek a falon. Staminát, és akkor mindjárt őt is leszedegetem. Én ilyenekben nem hiszek. Ilyenekben nem hiszek. Ezek az összeesküvések, ezek egyik sem igaz. Ezek nem... Ezek a tehát mindig jogforrásoknak szoktam hinni.
Ezekben viszont sosem tudok hinni, ezért egész egyszerűen azért, mert ezt bárki mondhatja, nem lehet visszaellenőrizni, nem hiszek az ilyenekben. Ezek nem olyan dolgok, amiben egyébként érdemes is lenne. Így ez addig idézgeti magát, amíg el nem fogy a nagy HP. Meghalt? Ash of War, Black Flame, Flame Tornado. Oké. Okay. Kész vagyunk. Úgyhogy ennyi arról a véleményem. Én nem szoktam ezekkel foglalkozni, és azt javaslom, hogy ti se tegyétek, mert már nem. Jogforrásoknak lehet egyébként hinni, de jogforrás az nagyon ritka egyébként, tehát azt is meg kell érteni, hogy például mi itt Magyarországon egy elég erős nyugat-európai buborékban vagyunk, valójában itt az az elfogadott, ami nyugaton elfogadott, a többi az nem. Ezért én nagyon sokszor inkább csak annak szoktam hinni, amikor már valóban olyan helyekről is megjelenik, ami több helyről megerősített. És nem pedig csak van egy cikk, amit átvett egy csomó szennylap. És akkor sokan azt szokták mondani, hogy de hát megjelent több helyen is. Igen, a több hely az volt, hogy megjelent egy forrásból, és másik 10 hülye átvette. Úgyhogy, ja, inkább annak szoktam hinni, hogy ha jogforrásból megerősítik. De visszatérve még arra, hogy a játéknak a nehézsége az hány embernél verte ki a biztosítékot, szerintem éppen az a legjobb ebben a játékban, hogy ahány ember annyiféle tapasztalás van ebben a játékban. Tehát nem mindenki ugyanazt a játékot kapja meg. Nagyon sok embernek más. Van, akinek ez élete legnehezebb játéka, van, akinek ez élete legszebb játéka, van, akinek... Tehát mindenki máshogy részesül benne. Éppen azért, mert mindenki máshogy tudja ezt a játékot végigjátszani. És ez benne a nagyszerű egyébként. Ujjjj, ezt nem is kell. Meghalok. Igen, a mimikekkel nagyon egyszerű volt legyőzni. És ami szerintem a legjobb benne, hogy mindenki jobbá tud válni a játékban. Tehát minél türelmesebb vagy, annál jobb tudsz majd lenni itt a játékon belül. És ez szerintem tök jó, mert így viszont mindenki baromira meg fogja tudni találni. Várjatok csak, nem is itt haltam meg. Azért 11 ezer szólt, nem akarok ott hagyni. Elmegyek érte. Elmegyek érte. Hol van? De például ez a szellem is, amit most így mondtál, ez is csak azért olyan erős, mert ha megnézed itt lent, akkor a Mimic T-Rashes, amivel használom, az plusz 10-es. Tehát én ezt maximumra fejlesztettem. Ezt úgy lehetett maximumra fejleszteni, ha olyan helyekre megyek el, ahova egyébként nagyon nehéz eljutni. Direkt úgy csinálták meg a játékot, és ebben rejlik ennek az egy játéknak az egyik legnagyszerűsége, hogy nem tudod összeszedni csak úgy, hogy kimész ide a térképre, és akkor itt az 1-es, itt a 2-es, itt a 3-as, itt a 10-es, hanem vannak olyan helyek, ahova nagyon-nagyon nehéz bejutni. Például a Runny Questline-t, egy teljesen side questet kell megcsinálni ahhoz, hogy ezt a szellemet fel tudsz erősíteni plusz 10-esre. És emiatt muszáj vagy felfedezni, muszáj vagy világot látni, amit muszáj vagy menni. De meg lehet csinálni a játékot úgy is, hogy nem is használd ezt a Mimic T-Rashes-t. Tehát nem kötelező egyáltalán. De így, hogyha megcsinálod, nézd meg, így mindjárt könnyebb volt ez a boss fight például. Jó, ezek valószínűleg nem normálisak itt.
így, ahogy így megkerülte a követ ez a kis akármilyen. Nem könnyű, viszont így a játékban van értelme elmenni helyekre, van értelme szétnézni, és vannak helyek, ahol dedikáltan csak a kifejezetten oda legyártott enemikkel találkozhatsz, meg némelyik helyszín nagyon egyedi, sőt a legtöbb helyszín rendkívül egyedi. Tehát, hogy ezeket máshol nem találod meg. És emiatt nagyon-nagyon megéri felfedezgetni, mert tök jó dolog. De nyilván azt meg kell érteni, hogy ez nem egy mezei, mit tudom én, ez nem a Kirby Legends, vagy a Mario Party, csak mondtam kettőt, meg nem is a Legend of Zelda, hanem ez kőkemény. Ez sokkal keményebb játék, mint hogy azt nagyon sokan hinnék, vagy hitték szerintem, amikor először kaptunk róla infót. Ahogy, ja, innen jöttem. Igen, olyan is van, aki platformjátékokat Rage Game-nek nevez, igen, és aztán meg nem tud belőle kikeveredni, ez is igaz, azoknak nem való a játék, de azoknak szerintem az easy mód sem való, mert akkor meg azon lesz kiakadva, hogy milyen könnyű ez a szar. Meg akkor, tehát akkor már szerintem a mentál higiénés állapot nem megfelelő az embernél, tehát arról már a játékos meg a játékfejlesztő nem tehet. Tehát ott már szerintem van egy kis pszichés probléma, sőt nem is kicsi. Nem is kicsi. És hogyha már valakinek ennyire erős pszichés gondjai vannak egy játékkal, hogy egyszerűen az idegrendszerre nem működik, és csak förtelmes káromkodásokkal, és a játékot szidva, meg a készítőit szidva tud csak előre haladni, annak szerintem mindegy. Szinte mindegy, hogy mivel játszik. Mindennel lesz baja. Meg hát akik a fórumon nagyon hangosak, azok általában baromi kevesen vannak. Tehát, hogy azt már most én már rájöttem arra, hogy az elégedetlen ember az mindig azt hiszi, hogy nagyon sokan, tehát ő nagyon sokan van. Akinek nem jó, mert ugye ő saját magát is azzal vigasztalja, hogy biztos nagyon sok embernek nem jó, biztos sokan utálják, hiszen ha én utálok valamit, az tuti mindenki utálja, pedig nem, egyébként nem. Nem. Nem, vagyis legalábbis nem feltétlenül. És emiatt szerintem nagyon sokan úgy vannak vele, hogy gyűlölik hétpokol tüzével, mondjuk az Elden Ringet, és azt hiszik, hogy baromi sokan vannak, és adják is egymás alá a lovat, pedig körülbelül 15-en vannak. De Redditen egy akkora posztot meg tudnak tölteni több száz kommentel, hogy egy fél éjszaka alatt az ember azt gondolja, hogy ennél rosszabb játékkal még soha nem is játszott, mert itt mindenki azt mondja, hogy ez szar. Pedig nem. Szia, Vili! Vagyis Préli Farkas. Itt minden rendben. Mekkora kardod van, azt hol találtad? Másoha nem tudjuk meg. Mizu vidéki vagy? Ja. Van értem, hogy most egy csomó dolog, remélem, nem kényszerít rá. Hát sok összetevős az biztos, hogy hol kezdődik a kihívás, meg hol kezdődik az, amikor valaki már nettó szivatásnak érez valamit, meg lehetetlennek érzi. Tehát azért gondoltak el, mondjuk, aki mondjuk a játék első bosszánál annyira sokszor meghalt, hogy mondjuk több estén keresztül próbálta a játékot. Tehát, hogy tudjátok, tehát az az ember, aki a videójátékokat nem úgy játsza, mint mi. Tehát nem készségszinten játszik a videójátékokkal, hanem csak ritkán. Tehát ő valójában az az ember, képzeljétek el, és amúgy rengetegen vannak ilyenek, akik mondjuk ügyetlenek a játékokban.
tehát nagyon szeretnek egyszerűbb játékokkal játszani, mert ez tök jó dolog, és azokban tök ügyesek. És nem feltétlenül a Minecraftra gondolok, hanem akár ilyen kisebb játékokra is. Akár böngészősekre is. És akkor vele szembe jön egy Elden Ring, mert mindenhonnan ezt hallja, hogy Elden Ring él, Elden Ring él. És aztán szembe találja magát a nagybetűs állatsággal, amit ad az Elden Ring, hogy tulajdonképpen ezek itt, amik amúgy egy szemét moboknak számítanak, tehát trash mob, ezek másodpercek alatt összecsuknak, és ha nem figyelsz, akkor megint összecsuknak, és megint, és hiába rakod a karakteredre a legnehezebb páncélokat, hiába írja neked, hogy a physical resistance az plusz 12-es, akkor is meghalsz egy másodperc alatt. Emiatt rohadt nehéz ez egyébként. És emiatt tudom megérteni azt, amikor valaki azt mondja, hogy hát de én egy ügyetlen ember vagyok, én nagyon ritkán szoktam videójátékokkal játszani, az Elden Ring az most tetszett, akkor hol az easy mód? Hogy lehet beállítani? Itt van egy system, és akkor itt van egy game options, és akkor nincs itt, hogy normál, easy, story. És akkor beírja Google-ba, hogy kell berakni, és akkor beteszi. Ezt meg tudom érteni. Azt nem tudom megérteni, aki meg sem próbálja. Tehát, hogy értitek, tehát alapvetően elkönyveli, hogy hát ez egy szar. Ezt nem lehet. Ezt nem is lehet megcsinálni. Ez szar. Hülyék voltak a fejlesztők, meg szar az egész. Azt nem tudom megérteni. Mert ott van viszont a másik réteg, akik viszont a Dark Souls 1, Sekiro, meg Bloodborne-on nőttek föl. Tehát a profi játékosok, tudjátok, az igazi, tehát az önök, mint kb. Mi, akik majdhogy nem minden nap játszanak valamivel, tehát akiknek az, hogyha megfog egy kontrollert, az készség. Tehát álmomból felébresztve is tudnék használni egy kontrollert, álmomból felébresztve is szembeszállnék egy bosszal, nem kéne gondolkodnom azon, meg nem kéne lenézegetnem a kontrollerre, hogy ja, most várja, akkor melyiket kell megnyomni, mert értitek, nagyon sok ember ilyen. Hogy lenézeket a kontrollerre, hogy mit nyomjon meg. Tehát adjátok oda olyan embernek a kontrollert, aki szinte még sose fogott, tehát az sem fogja tudni, mi van. Ezeknek az embereknek borzasztó nehéz dolguk van egy Elden Ringgel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kell szenvedniük. Az nyilván idegesítő, ha az ember beragad egy textúrába, ezt meg is értem, de az Elden Ringnél ez a legkisebb probléma, ha beragad egy textúrába. Tehát itt annyira nem. Itt ez annyira nem probléma. Legalábbis szerintem ez annyira nem gond, hogy most mit tudom én, az ember beragad egy textúrába, és nem egy nagy dolog. Ez annyira nem szokott fájdalmas lenni. Hát meg az útkeresés, ja. Az útkeresés az biztos, hogy kemény. Azt mondjuk meg tudom érteni, ha valakit mondjuk ez már zavar, hogy egyszerűen nem találja meg, hogy merre menjen. Szerintetek itt ugorjak át? Hetes Smithing Stone. Szerintem én most visszakerültem oda, honnan indultam, igaz? De gyűlöllek mind a kettőtöket. És tudjátok, hogy mennyire messze vagyok? Dorongalson kombájnozok. Az is jó egyébként. A Farming Simulator. Amit nyomat. Ilyen messze vagyunk. Diszkópatkányok. Na azt már nem tudnám még egyszer megnézni. Az már köszöntem. Én az agymenőket csak írom megnézni már. Egyszerűen nem megy. Nem megy, próbálkozok, de nem megy. Nem, egyszerűen nem bírom nézni. Egyszerűen a kreténség egy idő után annyira lefáraszt, hogy nem megy, nem bírom nézni.
Pedig tudom, hogy vannak benne jó dolgok, meg tudom, hogy vannak benne vicces részek, de nekem egyszerűen nem megy. Nem bírom. És akkor még most nekiállni a diszkópatkányokat nézni, szóval... Fú. Oda nézzetek, milyen shield talizmán találtam, hát megőrülsz. Ezért így meg meghalni néha. Már azt kéne megtudnom, hogy hol haltam meg, és hogyha megtudnám, hogy hol haltam meg, akkor igazából már nem is lenne több kérdésem. Minden út Rómába vezetnem. Elvileg minden út Rómába vezet, de ebben a játékban néha a 2 meg 2 az 5. Valaki közben varázsol is rám. Úristen, te Crucible Knight. Köszi, nem. Nem. Új Batman film? Még nem láttam, de ismerősök szerint iszonyat unalmas és béna. Én az új Batman filmet nagyon-nagyon szerettem, srácok. Én nekem nagyon-nagyon tetszett. Szerintem fantasztikus. Olyan operatőri munkát mutattak benne, amit még életemben nem láttam. Nagyon-nagyon sötét, és szerintem Robert Pattinson is nagyon jól játszik benne. Véleményem szerint Robert Pattinson egyik legjobb alakítása. De ezt azért mondom, mert én olyan dolgokat láttam benne, amit lehet, hogy egy mezei ember nem visz mezei. Tehát értitek? Tehát én kicsit technológiailag is néztem az egészet, és tudom, hogy ez nem menthet meg egy filmet, mert az, hogy valami technológiailag jól néz ki, attól még ez nem lesz jó, ezzel is tisztában vagyok, és igen, egyébként ezt a dolgot is meg tudom érteni. Mindettől függetlenül nekem egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Szerintem egy nagyon jó film, nagyon hosszú, hólyagrepesztően hosszú film, ebben biztos vagyok. És azért vannak benne hülyeségek is. Visszaszereztem a szoljaim. Előtte visszaszereztem. Srácok, innen fogjuk folytatni a játékot, mert már 9 óra van, és tudjátok, 9 óráig vagyok. Tükülözött, bedobál a gép, tudom, hogy annyi meghalok, aztán értéktelen maszkokat. Hát, na, érted, open world játék, ez a lényege, remóliám. Szóval köszi nektek a figyelmet. Véleményem szerint pénteken lesz stream, de ez változhat. Jó, azt fenntartom magamnak, hogy lehetséges, hogy pénteken el fog maradni egy kis stream, mert az a nap az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon össze-vissza lesz. De ettől függetlenül megpróbálok streamelni pénteken, de majd kiírom. Ugyanúgy Elden Ringgel fogjuk folytatni, innen fogok tovább menni. Tudjátok, srácok, ahogy szoktam mondani, Elden Ring, amíg be nem fejezzük. Köszönöm szépen nektek ezt a rengeteg figyelmet, meg szót, meg tök jól beszélgettünk, srácok. Legközelebb találkozunk. Itt YouTube-on mindenképpen jelezni fogom, tehát ugyanúgy a mai streamet is ki fogom tenni, hogy így lesz egy várható stream. Mindenkinek további szép estét, holnapra meg szép napot. Köszi még egyszer, hogy benéztetek. Sziasztok, minden jót!